Sziasztok! Én még azok közé tartozom, aki emlékszik arra, hogy réges-rég ilyen motorbiciklivel, autóval jártak ilyen késélezős bácsik, hátulra fel volt függesztve egy köszörűkő, és hát akkor kiábálták, hogy élezés, késélezés, levonultak az emberek, vitték a késeiket, ollóikat, és megélesztették. Hát aztán még valahol Budafokon egyszer még voltam egy késélezőnél, de ez is már lassan 20 éve van, azóta én késélőzővel nem találkoztam. Ellenben az asszony mindig panaszkodik, hogy életlenek a kései, úgyhogy hát egy fenőkövet már szereztünk, de láttam előre, hogy lesz akcióban ez a jószág. Úgyhogy ma reggel lementem a Lidlbe és megvásároltam, 4 darab volt, abból ez az egyik, de hát máshol több van. Ez a bicskei Lidl volt, legalábbis reggel. Hát feltehetően ez ilyen élezés dilettánsoknak, mint én, olyanoknak való. Remélhetően mindenféle különösebb szaktudás nélkül lehet vele élezni. Amiért én ebbe belefogtam, az a kecsegtető ára, ez 6000 forint. 5.990. Rákerestem egyébként a neten, és érdekes dolog, de pont ugyanígy kinéző gépet, csak kék színben más márkajelzéssel lehet kapni 12.000 forintért, és szinte biztos, hogy benne ugyanarról beszélünk. Úgyhogy konklúzió, ahhoz képest már biztosan megéri. Nem tudjuk, hogy jó-e bármire is, de hogyha 12.000 helyett 6.000-et költöttük, akkor már annyira rossz üzletet nem csináltunk. Nem véletlenül van itt pont ez a kés a kezemben, ami kicsit nehezen vág már. Ez pont egy élezni való kés. És reményeink szerint a művelet végén egy éles kést fogunk kapni. Amit a csomagban találunk, egy dokumentáció mindenféle nyelven, többek között természetesen magyarul is. Ez már biztosan benne van. Aztán valami fajta adaptert látunk itt. Ez, ha jól látom, igen, ez fúró élezéséhez van. Gyakorlatilag 3-astól a 10-es fúróig lehet leélezni mindent. Meglátjuk. Aztán itt ilyen kés, villa, olló, nem gyerek kezébe való. Ehhez is találunk valami jószágot. Van egy valami bevonatosnak tűnő. Nem mondanám, hogy köszörűkő, mert a belseje az fémnek tűnik. De mint hogyha be lenne valami gyémánt bevonattal, vagy ilyenekkel valami fémtárcsa. Egy ilyet találunk rajta. Ez így néz ki. Ez valami nagyon finomnak tűnő felület. Ide is mutatom, oda is mutatom, mindenhova mutatom. És hát maga a gép. Ugye az is tök nagy szempont volt, ez egy viszonylag picike jószág. Helyünk az már nagyon nincsen, úgyhogy reméltem, hogy ez be fog férni mindenhova. Megragadom a kamerát és megmutatom vele közelebbről. Tehát így néz ki a jószág. Itt egy ugyanilyen, hát köszörűkőnek nevezhető, valamit látunk, mint a másik helyen. Itt a doboza, itt az alja a műanyag. Hát ez olyan, na, ez olyan 6000 forintos műanyag, kicsit helyenként sorjás, látszik, hogy nem egy drága műanyagról beszélünk, de hát, na. Tudjátok, mire emlékeztet ez az anyag, aki még szintén hozzám hasonló Lén Tróger, az emlékszik rá, voltak ezek a Csillagok háborúja figurák, és ebből, akik külföldről beszereztek eredetit, azok halálélethűek voltak, nagyon szépek voltak, de egy idő után a magyar... Mi történt? És aztán egy idő után a magyar kisipar is ráállt erre a történetre, és hát viszonylag megfizethető áron ezekhez képest lehetett kapni ilyen magyar Darth Vadert, meg ilyeneket, de hát ezek ilyen sóriás, elnagyolt dolgok voltak. Picit olyan is ez a műanyag. De 6000 forintról beszélünk, azért hatalmas csodákat ne várjunk. Szerintem 6000 forintért az elvárás az, hogy működjön. Szépnek annyira nem kell lennie. Az látható egyébként, hogy ez egy leszedhető ennek az aljáról valamilyen úton, módon. Így. Aha. Igen, ez így szedhető le. Ugye lehet 4 ponton csavarozni, tehát van 4
csavarjukunk, ezzel tetszőlegesen egy asztalra le lehet csavarozni. Itt van ez a bizonyos másik kő, ami kísértetésre hasonlít erre, ami, mint mondtam, nem kő, hanem egy fém karika, amire föl van vívve egy réteg, és hát olybá tűnik, hogy ezen lehet cserélni ezt a dolgot. No, most az fog történni, hogy én gyorsan átfutom az értelmek a leírását, mert köszörülésben abszolút nem vagyok képben, annyit tudok, egy picit be kell vizezni, és ilyenek, hogy egyáltalán hogy kell ezt használni, milyen úton, módon. Az látom, hogy ez ide visszapattintható, bár lehet, hogy ez pont fordítva volt, de szerintem így volt. Van ugye egy kapcsolója még, meg hozzá egy vezetékünk, ami egyébként nem tűnik rossz minőségű vezetéknek. Picit olyasmi pofán ez a része, mint egy motoros, tehát motornak az akkumulátora. Na, belelapozva egyébként a könyvben ilyen nagyon vicces jelenetek vannak, most lapoztam még csak bele. Az a maradék rizikó, van egy ilyen felület. Akkor is, ha az ön elektromos szerszámát az előzésének megfelelően használja, mindig fönnáll egy bizonyos maradék rizikó. A következők léphetnek fel a szerszám elektromos felépítésével és kiviteledésével kapcsolatban. A tüdőkárosodás, ha nem visel légzésvédőt, stb. Tehát ilyen vicces szövegek vannak. Én azt mondom, kezdjük a kések köszörülésével. Szerelje fel a kiválasztott élező szerkezetet. Ezt most együtt fogjuk végigolvasni. Hát ugye ezen van kés felirat, úgyhogy én azt mondom, hogy akkor cseréljük le az eddigi véső feliratost, cseréljük le a kés feliratúra. Bocsánat, fordítva. Ez tulajdonképpen jól a helyére ugrott. Kapcsolja be, helyezze be a késpengét az élező vágatba. Na, hát én ezt tippelem élező vágatnak. Vezesse a pengét enyhe nyomással a köszörűkoronkon, és húzza a kést egyenletesen lassan maga felé. Hát akkor ugye így kéne ezt tartanunk ezek szerint. Jó. Folytassa a váltakozó oldalú köszörülést, ami készen nem lesz. Nézzük meg, látunk erről valami képet, mert azért egy képnek jobban örülnék. A fúróköszörülésről látok itt képet, hogy kell fúrószárat köszörülni. A korongcseréről is van kép a leírásban. Nem tudom már hova mutassam, melyik kamera működik. Az összes többiről nem látok itt képet. Nincs kép. Tehát ez ránk van bízva. Talán hátul még lehet, hogy lesz kép az ilyen bénáknak, akik az életükben nem köszörültek még kést. Vésőről is van szó. Na, itt van kés. Igen. Tehát a kést, ahogy sejtettem, ide kell bedugni, ebbe az élezővájatba, és akkor azt ott meg fogja elmétek élezni. Jó, hát dugjuk be, nézzük meg, mi történhet. Hát mi bajunk lehet? Adjunk neki egyet. Piros kés, próbáljuk elvágni a papírt vele. El lehet vágni, de eléggé szöszös lett és darabos a vágásnyom. Tehát... ide is megmutatom. Nem mondanám, hogy csodálatos. Indítsuk el! Ho-ho-ho! Micsoda hangja van. Ezt be kéne vizezni, a köszörűsök mindig vizeztek. Gondolom, hogy ne éljen meg. Érzés. Ezt a felét éreztem, most ezt kéne. Igen. Hoppá! Egy kicsit nagyobb erejű volt. Hát nem mondom, hogy mesterköszörűs leszek. Azt sem mondom, hogy jobb lett az éle, mint volt. Lehet, hogy én csinálok valamit rosszul.
Hát ez nem lett éles sav. Már pedig ide fölülre kell bedugni. Igazából meg kéne találni az ideális... Aha, talán kezdek ráérezni. Nem mondom, hogy csodálatos lett, de mintha élesebb lenne. Igen. Határozottan könnyebben vágja. Kicsit még mindig cakkos. Gyakorolni kell. Ennek ennyi a titka, hogy gyakorolni kell. Na, azért ez határozottan jobb lett. Ezt én nem élezem tovább, mert csak elrontom. Tulajdonképpen működik. Csak... Csak kell hozzá gyakorlás. Tehát na, a legjobb késeken kezdjétek el ezt kipróbálni, de szerintem határozottan jobb lett. Ami talán érdekes lehet még, hogy itt azért látszik, hogy vigyázik el az éles késsel, mert ezt a műanyagot már elkezdtem vele itt elvágni. Valószínűleg én vagyok csámpás, mert ezen a felén nem vágtam el a műanyagot, itt viszont elvágtam. Egy picikét már, és itt pedig a fém törmelék van, amit leszettünk belőle. Első körben azt mondanám, hogy működik. Működik. Tehát most nem mondom, hogy helyettem megélezi. Ez a műanyag, ez... Tehát itt elég nagy mozgástere van a késnek, hogy ezt hogy tesszük ide. Tehát ezen nem mindegy, hogy hogyan tesszük. Úgyhogy nagyon rá kell érezni, hogy megfelelő helyre tegyük. Oké. Következő célpontunk. Hát az legyen a véső. A véső. Azért fogyott ebből a kerékből is. Véső. Itt ugye be lehet állítani fokokat, lehet dönteni ezt a tárgyasztalt, hogy legyen egy egyszerű szerkezet. Fogalmam sincs egyébként, hogy egy vésőt azt így alapesetben hány fokra kéne, de hát itt az utasítás, mindjárt megnézzük, és hát ebből okosabbak leszünk egy picikét, hiszen erről is van leírás, vésők és feszítőkek köszörülése. Kapcsolja be, húzza a szögbeállítás rögzítő csavarját, dü-dü-dü-dü-dü. Ismételje. Nem írja, a könyv itt nem írja, de gondolom a neten utána lehet nézni egyébként, hogy mekkorára kéne állítani a véső érezéssel. Igazándiból itt is azért van egy kis kotyogás ebben a műanyagban, meg figyeljük, hogy be van pattanva a helyére. Most már nincs, mert már kivettem. Itt. Tehát kérdésem, hogy azt én lerögzítem mondjuk 30 fokon, akkor azért hát itt oldal irányban ennek azért van egy icipici kotyogása. Tehát én itt is azt gondolom, hogy egy picikét azért, na, tehát így. Szögben így nem megy el, de ebbe az irányba el tud egy picit mozdulni. Tehát itt is inkább egy kis gyakorlás fog ehhez kelleni, hogy az ember korrektül tudjon vele egy vésőt köszörülni. Keresek egyet, mindjárt hozunk.
No, találtam egy vésőt, amiért már nem olyan nagy kár. És megpróbáljuk megnézni, hogy ez vajon így hány fokban lehet. Ó, és ez itt ugye mágneses, hogy ide tapadjon a véső. Ne csúszkáljon el. Ez akár lehet is ez az érték. És akkor itt, aha, itt lehet csúsztatni ezt a műanyag kis tárgyasztalt, így a résővel együtt, és akkor elmehetek szépen leszed belőle. Mert ugye ezzel van egy kis mágnes. Aha, nem ennyit. Aha, ez így szép elképzelni. Itt látunk, lett neki éle, egy pici, nem nagy. És most megfordítjuk, és a másik felébe is viszünk egy kicsit. Mint akinek emésztési problémái vannak. Hát, tulajdonképpen nem megélezhetetlen vele a véső. Azért miközben így tolgattam, ez a mozgás, amit benne volt, azért ez zavaró volt. Egyszerűen itt nagyobb a horony, mint itt, tehát szélesebb, és ezért tud benne egy kicsit kotyogni. Nem mondom, hogy együtt nem lehet ezzel a problémával élni, kicsit ilyen esetleges helyenként. Nézzük akkor egy fúróélezést is, jó? Ha már így benne vagyunk, most már mindegy. Na, ez, a fúróélezőnek ez az illesztése, ez nem kotyog. Tehát az is lehet, hogy ez valami hibás gyártás. Ez nem kotyog, ez kotyog. Vagyis ez kotyogott, ez nem kotyog, ez passzentos. Oké, nézzük, mit írnak a fúróélezéséről. Oké, szóval itt most volt egy kis szünet, mert ez egy picikét ilyen bizonytalan ez a fúró köszörülés. Hát elmeteg működhet a dolog, bedugjuk a fúrót itt kilazítva ebbe a szerkezetbe. Nagyon bizonytalan vagyok, mert a leírás alapján is furcsán jött ki ez a dolog. Ütközésig beletoljuk, és azt írja, hogy érjen hozzá az oldalához. Itt van egy ilyen V alakú, és erre kéne az élnek fölfeküdnie. Picit én bizonytalan vagyok ebbe a sztoriba, és húzzuk meg a csavart. Ezek után meghúztuk a csavart, akkor innen kivesszük, áthelyezzük ide, és itt elmentek elkezdhetjük köszörülni. Komoly élet, ezt túléleztük. Ezt meglehetősen túléleztük, ezt a fúrót, és akkor elmentek most kéne 180 fokkal elforgatva visszatenni ezt a fúrót. Tehát így valahogy, de gyakorlatilag ennek már kinyírtuk a fejét. Tehát azt kell mondjam, hogy ennek már kinyírtuk az élét. Ezt így látom. Ez biztos, hogy az én tudatlanságomnak köszönhető, hogy ezt a fúrót nem sikerült megérezni, hanem sikerült kukába küldeni, de én tiszta vagyok vele, hogy a fúróélezés ez egy tudomány. Úgyhogy én valószínűleg ezt a gépet fúróélezésre nem használnám. Ide-oda forgatva kéne ezzel a fúrót érezni. Hát, láttam én már fúrót, a nem így nézett ki.
Tehát ezt túléleztük. Én nem mondom, hogy a gép hibája. Ez biztos, hogy nagyon belerap az anyagba, ez túl lett élezve, ez egyértelmű. Mit mondjak? Nehéz ügy, mert ez tényleg, tehát még a porció, amiről még volt a tesztünk, az még valamennyire tudom, hogy hogy kéne egy porciónak működnie. Egy köszörülő nem sok információm van. Őszintén szóval én ezzel fúrót nem tudom, hogy köszörülnék-e. Lehet, hogy egy-két rossz fúrón próbálnék gyakorolni. Valószínűleg lehetséges vele. Vésőt azt nem kell túl gyakran köszörülnöm, tehát az nem egy nagy kvalitás, nem egy gyakran előforduló dolog, úgyhogy valószínűleg azt a felé nem fogom használni. Itt egyetlen egy kérdés van, hogy magam részéről kés élezésre pusztán megéri-e ez a dolog. Én azt mondom, kés élezésre biztosan használható, és valószínűleg valaki kellőképp hozzáértő, akkor fúró élezésre is. Nekem ezt sikerült összehozni vele. 6000 forint. Mit kapsz már 6000 forintért? A családi fagyizás. Én azt gondolom, hogy ennyit megér, 12-t nem. Tehát ahol, aki 12-ért árulják, az szerintem túlárazott. Annyit nem ér ez a történet, 6000-et szerintem megér. Elgondolkodtam én még utólag ezen a dolgon, mire összevágtam a videót. Látjátok, a porció az itt van, azóta is használjuk örömmel. Ennél nem érzem azt az elégedettségérzést. Úgyhogy úgy döntöttem, visszaviszem, veszek helyette 4 vagy 5 zsák mulcsot. Láttam fenyőmulcsot, azt is akartam venni, úgyhogy nem hódított meg ez a dolog. Úgyhogy visszamegy, remélem be tudom cserélni, és veszek helyette mulcsot. Sorry, ez most nem nyert.